Két éve a fiúknál Vadnai Benyámi, most a lányoknál a 17 éves vitorlázó Hérdi Mária nyerte a lézer radialjá hajóosztályban az ifjúsági világbajnokságot, méghozzá Maláziában, ahol 9 futamból 3-at megnyerve szerzett aranyat a tihanyi versenyző, 55 ország résztvevői közt a többszörös korosztályos VB és EB győztes hölgy most a vendég. Szia, jó reggelt! Jó, kívánok. jó reggelt kívánok! Előzetesen 5-be képzelted magad, ugye azt mondtad, nem volt ezt úzott ez túlzott szerénység tőled? Azért nem volt ez szerénység, mert ez nem az osztályszövetségnek volt a világbajnoksága, hanem ez a Nemzetközi Vitorlás Szövetség által szervezett világbajnokság volt, és ezen még soha senki magyarnak nem sikerült érmet szereznie mert itt a minden nemzetből csak a legjobb megy el, és itt tényleg nagyon kielezett a verseny, és hogyha már érmet szereztem volna, az már nagyon nagy siker lett volna. Ez volt egy ilyen bizonytalansági tényező, de azért a konkurenseket te jól ismerted, igaz? Igen, igen, mindenki ellen versenyeztem, már ott szinte néhányan voltak újak, de szerintem az elejéből azért már mindenkit ismertem. Milyen volt a pálya a körülmények Maláziában? Azt talán állíthatom, hogy ez számodra hát, sikeres és ismerős versenyhelyszín, igaz? Még ez volt az első alkalom és szerintem majdnem minden versenyzőnek, csak akik ott élnek, azok versenyeztek ott, és egy napunk volt edzeni előtte, és akkor próbáltuk ki a hajót, és utána kezdődött a verseny. Körülményeket nézzük, mert ugye nem lényegtelen a hullámok és a, 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 a szél. A körülmények azok eléggé ilyen tavi körülmények voltak, mert sokat forgolódott a szél, és kisebbek voltak a hullámok, nagyon hasonlított a Balatonhoz, és kedvezett nekem, mert sikerült ugye nyernem. Uh -huh. Mert hogy ezek a, óhatatlan ezek a tavi körülmények, vagy Balatonhoz hasonló körülmények, hogyha egy ilyen verseny alódik, akkor az, az előny, igaz? Igen, előny számomra azért, mert a... A magyarok kis szelesek szokták mondani. <laughs> Igen, itt mondjuk nagyobb szél volt, de azért volt nekem előnyös, mert Főleg a hullámok miatt, meg a miatt, hogy forgulódik a szél, mert sokan, akik csak tengeren vitorláznak, ők, ők ugye nem szoknak hozzá. Ez, ez a, a hirtelen szélirányváltozás. Igen, hozzá. igen, meg mm. a hullámokhoz, és ezért nekem a sebességem az jobb, ugyanúgy, mint hogy nekem is kell gyakorolnom a tengeren. Mm -hmm. Te hogyan készültél, ha már itt vagyunk Balaton, meg külföld a VB-re? Szóval 2015 ilyen szempontból mennyire volt jó előjelekben számodra, amikor elmentél erre a Nemzetközi Szövetség féle világbajnokságra? Um, hát igazából már teljesen elégedett voltam az évemmel, mert az utolsó. Hát, ifjúsági... Úgy tűnt nekem is, hogyha végignézzük az eredményeket. <laughs> igen, igen, mert a, ugye az ifjúsági ebb meg a VB-n is sikerült nyernem, ott is az 1-3-at céloztam meg mindkettő versenyen, és um, fuh, hát így, hogy mindegyik versenyt sikerült megnyernem, ez nagyon fantasztikus. Ha azt mondjuk, hogy 2015-ben mennyit egy. Tihanyi Klub vitorlázója, aki járja a világot, a versenyeket. Mennyit edz, mennyit edzettél itthoni vizeken? Szóval mi itt az arány. Um, Húha, szerintem itthoni vizeken körülbelül ilyen maximum két hetet edzhettem, inkább versenyeken indultam el, az ilyen Európa Kupa, meg a felnőtt OB, uh -huh. um, ennyi volt, uh -huh. nem túl sokat tartózkodtam itthon. Um, ha most megnézzük, hogy a hajóosztály vb je eb je illetve ez a világbajnokság, vb t nehezebb nyerni, vagy EB-t? Hajóosztály vb t nehezebb nyerni, vagy ilyen vb t Most ezt azért is kérdem, hogyha a vb t meg az EB-t összehajtjuk, mert ha ránézek erre a vb dobogóra, akkor ezt, hogy európaiak állnak rajta. El Igen. El hát majdnem az összes verseny, csak európaiak álltak, mert az EB is nyílt volt, ott is voltak nem európai nemzetek. De a Kanadában rendezett osztályszövetségnek a világbajnokságán ott volt egy urugvái lány, aki már Rióba fog menni, van már kvótája. Ő nagyon jó, és most neki nem sikerült ugye ezen a vb n Maláziában felkerülni a dobogóra. Úgyhogy itt mindenképpen erősebb volt a mezőny. De mi volt a kérdés? Na hát, ugye arról kérdeztem rá, hogy, hogy melyiket volt a legnehezebb megnyerni. Ja, hát a Hát szerintem az elvét az nehezebb volt, mint a kanadai világbajnokságot, mert itt nagyobb volt a szél, és e, többen is voltak, szóval itt majdnem 90 versenyző volt, a két vb-n pedig csak 55 volt, azt hiszem, úgyhogy ez mindenképpen nehezebb volt, meg ezt a maláziai világbajnokságot pedig, hát ez, erre meg ráizgultam egy kicsit, mert nagyobb volt a tét, és e, kis szelet jósoltak, hogy nagyon sok fog múlni a szerencsére, szerencsén, ezért erre inkább jobban ráizgultam, mint a többire, azért volt nehezebb. Na várjál, de hogy ez a ráizgulás az nem sikerült rosszul. Kilenc futam, hármat nyertél, hogy ez elhangzott. Mi volt itt a taktika? Amikor már benne voltál, látható, hogy jóslat ide vagy oda, ez a helyzet, ilyen a szél, forgolódik, gondolom megjött az öröm, tehát akkor mit gondoltatok ki? Mm, igazából a második helyen kezdtem a versenyt, és akkor igazából szerettem volna utolérni az elsőt és a harmadik napra kiegyenlítettem a pontokat és én álltam az első helyen, úgyhogy innen már elkezdtem jobban izgulni, hogy jaj, most meg mi van, hogyha elvesztem. Na, akkor megint <laughs> igen, 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 igen az első helyre. Akkor igen, jobban izgulok általában, hogyha már az első helyen állok, mert akkor félek, hogy el tudom veszíteni. Uh -huh. Na, hát ez is összejött, az nem izgultad el a dolgot, megnyerted a legnépszerűbb vitorlázó külön díját. Ez mit akar, vagy mit akart, hát, hogy a, legjobb feja, a leggyorsabb menő, vagy ez <laughs> hogy ez, ezt úgy hirdetik, hogy a 450 vitorlázó mindenki kap egy ilyen egy ilyen formát, amit ki kell tölteni, hogy ki tesz a legtöbbet a nemzetközi kapcsolatokért, meg hogy kedves, meg hogy segít a többieknek. A mondom a legjobb fejet <laughs> igaz? <gül> Igen, és hát ezen tényleg nagyon meglepődtem, hogy ezt én kaptam meg, mert ott már az eredményhirdetésen ott vártunk, hogy megyünk fel a dobogóra, be voltak állítva az emberek, és először ezt a díjat adták át. Én meg ott néztem, hogy hú, ha ezt ki fogja kapni, biztos nem olyan, aki most itt van, aki a dobogón lesz, mert mindenki a versenyre koncentrál. Aztán, Aztán mondták, hogy hát egy. Egy magyar vitorlázó kapja, én voltam ott az egyetlen magyar, hát mondom azért megvárom, amíg kimondják a nevemet, <laughs> úgyhogy nagyon örülök neki. Gondoltad volna akkor, amikor belevágtál be a vitorlázásba, hogy itt fogsz tartani, ennyi idősen? Egyáltalán nem gondoltam, és, és, most, hogy így olimpiára készülök, azt is így szerintem az elmúlt ilyen négy hónapban világosodott meg bennem, hogy tényleg olimpiára megyek, mert annyira távolinak tűnt nekem ez, hogy olyan gyorsan jött minden, Úgyhogy, hát meg gondolom, még Tokió viszonylatában gondolkodtál ezen. Ehhez igen. képest ugye 53. vagy a világranglistán, és Palma de Majorkán lesz olimpiai kvalifikációs verseny. Európa még két helyet szerezhet. Milyenek okay. itt az esélyeid? Itt ez nagyon szélfüggő, meg szerencsefüggő, mert még nagyon sokan várnak erre a két helyre, és mindenki erre edz, úgyhogy majd meglátjuk, mert én bele fogok adni mindent, és amit hoz, az annak fogok örülni. Na de akkor az esélyeket, illetve nyilván az se mindegy, hogy hol van a helyszín, tehát ugye e, itt a földközi tengerről beszélünk, gondolom ismered a helyszínt. Igen, már voltam e, többször is ott versenyt. Na ez az milyen lesz, milyen hullámok, milyen szél várható, tehát kedvező helyszíne számodra arra, hogy <laughs> a Riót. Hát ez a ez olyan hely, hogy vagy nagyon fúj a szél, vagy kicsi szél van nagyon, úgyhogy én kétszer voltam ott, és az alatt csak ez a kettő változat fordult elő. Hely, ilyen igen, igen, Úgyhogy, hát hogyha ez a nagyon fúj fog bejönni, akkor az nekem nem annyira kedvező. Akkor lesz, hogy a szél. Igen, uh -huh. ö, meglátjuk, de ezt azért már fejlődtem tavaly óta, úgyhogy ö, mondom, beleadok mindent és ami lesz, lesz. Ö, hát ez egy kicsit úgy hogy valahogy csípjenek meg, lehet, hogy ott leszek Rióban, de ott leszel Rióban, volt, mi lehet a cél? Hát, hogyha már ott vagyok, az fantasztikus, úgyhogy ott nem azért megyek, hogy valami eredményt elérjek, hanem csak versenyezni. Akkor az lenne, hogy az első tapasztalatokat megszerezze. Mert igazából akkor Tokió az, amire igen. nagyjából Már, igen, Tokióba már szeretnék úgy kimenni, hogy rendesen felkészültem, és egy jó eredményt elérni. Vagyis az esélyesek között emlegesenek addigra. hát remélem. Ha már ennyi VB-t, a korosztályodban. Igen, remélem. Hát, Mari, így legyen. Gratulálunk ehhez a győzelemhez, és akkor majd ez a kvalifikációs versenyhez mindent bele. Utána találkozunk. Köszönöm szépen. Hogy itt Köszönöm voltál. szépen.